A mi bűnbánattartásunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hadd adjunk hálát neked azért, hogy te munkálod ki az életünkben azt, hogy meglássuk, mi a bűn. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi nem szeretjük ezt látni. Mi sokszor szeretnénk szép dolgokat látni, és azt, ami nem kedves előtted, azt, ami talán a mi gyengeségünk vagy esendőségünk, ezt mi nem mindig akarjuk látni. De köszönjük, Urunk, hogy te mégis fel akarod nyitni a szemünket arra, hogy lássuk a valóságot. Köszönjük, hogy te munkálod a bűnbánatot. Urunk, mi szívesen megfeledkeznénk arról, amiben hibáztunk, amiben vétkeztünk. De köszönjük, hogy nálad teljesen más rend van, és ebbe beletartozik az, hogy mi megbánjuk a bűnt. És köszönjük, hogy te munkálod, Urunk, a bűnvallást. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi szeretünk hallgatni a bűneinkről. Annál szívesebben beszélünk mások bűneiről. Köszönjük, hogy te sem beszélgetni akarsz a bűneinkről, de meg akarsz hallgatni a felől minket. És hadd kérjünk ma este téged arra, hogy hozd felszínre azt, amiről mi hallgatunk, amiről mi nem akarunk tudni, és még kevésbé szeretnénk megvallani. A te lelked által munkáld ki azt, Uram, hogy igaz bűnbánatot tartsunk, hogy ne öljön meg bennünket a bűn, hanem éljünk, és elfogadjuk a te szabadításodat most is, ma is. Amen. Isten igét a Jelenések könyvének harmadik részéből olvasom, a harmadik rész első 6 verséből, az igét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A megnevezett helyről így szól Isten igéje hozzánk. A szárdiszi gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek. Emlékezz vissza azért, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és tér meg. Ha azért nem vagy éber, eljövök, mint a tolvaj. És nem tudod, melyik órában jövök hozzád. De van néhány neved Szárdiszban, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók rá. Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. És vallást teszek a nevéről az én atyám előtt, és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Egy újabb gyülekezet áll előttünk, tegnap olvashattunk erről a gyülekezetről. A szárdiszi gyülekezethez beszél Jézus. A szárdiszi gyülekezetről mondja el Jézus azt, amit lát. Ennek a gyülekezetnek a neve azt jelenti, hogy helyreállítás. De van egy ilyen jelentése is, hogy menekülés. És ennek a névnek is, mint ahogyan a többinek, nagyon komoly jelentése van. Jézus úgy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, mint akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Ha figyelmesen olvasok naponként az újszövetségi ige szakaszokat, senkinek nem mutatkozik így be Jézus. Csak ennek a gyülekezetnek. És ez nem véletlen.
Miért mondja el Jézus magáról, hogy én vagyok az, akinél van az isteni hét lélek? Azért, mert ő a teljesség lelke. És ő a teljesség lelkével szemléli az ő gyülekezetét. Akit ő hívott életre, ő tart meg, és ő tartja szemmel. És erre lehet ma is számítani, hogy így néz ránk az Úr. Nem félszemmel, nem úgy hunyorgatva, nem úgy, hogy néha ránézek, hanem a teljesség lelkével tartja szemmel Jézus ezeket a gyülekezeteket. És az ő lelke az, amivel látja azt, ami történik a gyülekezetben. És az ő lelke által mondja ki Jézus, hogy tudom a te dolgaidat. Nem azt mondja Jézus, hogy tudok rólad egy-két dolgot, hanem ő mindent tud rólunk. Kedden már megkérdeztem a pergámumi gyülekezettel kapcsolatban ezt, de hadd kérdezzem meg újra. Kedd óta sok idő eltelt. Tudunk ennek örülni, hogy az Úr tudja a dolgainkat? Van békességünk e felett? Hogy Uram, olyan jó, hogy Te is tudod, és nem kell neked hazudni. Tudjátok, testvérek, milyen nagy szabadság ez, amikor úgy lehet jönni Jézus elé, hogy nem kell mellé beszélni? Sokan nem ismerik ezt. Nem kell előadni egy műsoros imádságot, nem kell félrebeszélni, nem kell elterelni a szót, amikor az igéről van szó, hanem amikor megállok az Isten jelenlétébe, akár a csendességembe, vagy bármikor, akkor azt úgy tehetem, hogy Uram, te tudod a dolgaimat. Tehát nincs mit takargatni. Érezzük ennek az áldását, hogy az Úr tudja a dolgainkat. Jót is, rosszat is. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Az igazat mondja Jézus. Nem azt mondja, hogy olyan jó, hogy vagy, hanem elmondja a kőkemény igazságot, hogy az a neved, hogy élsz, de ahogyan én rád nézek, én azt látom, az én lelkem által, hogy halott vagy. Egy olyan gyülekezetről van szó, ahol formálisan minden megvolt. Volt istentisztelet, voltak alkalmak, volt minden, ami kellett. Ami arról szólt, hogy ott van gyülekezet, van közösség, volt templom, és ennek ellenére azt mondja Jézus, az a neved, hogy élsz, és mégis halott vagy. Látok valamit, ami hiányzik belőled. Látom azt, amit te látsz, de az én lelkem által látom azt, ami nincs meg benned, ami élővé tenne. Azt mondja Jézus, a neved az nem egyezik a valósággal. Névlegesen élsz, de tulajdonképpen halott vagy. Kicsit olyan ez, testvérek, amikor egy temetésen olvassuk a búcsúztatót, és kimondjuk valakinek a nevét. Az a halott neve, de már nem él. És ha rágondolunk, a neve fog eszünkbe jutni, de ő már nem él. Valami hiányzik belőle. Mennyivel másabb az, ahogy Jézus szemlél egy gyülekezetet, szemlél bennünket, a gyülekezet tagjait. Egészen más a mérce. Úgy elgondolkodtam azon, hogy mitől lesz élő egy gyülekezet. Több gyülekezetre is kimondják, hogy az egy élő gyülekezet. És úgy őszintén én is elgondolkoztam azon, hogy melyik gyülekezetekre mondják azt, hogy élő. Ma arra a gyülekezetre mondják, hogy élő, ahol számtalan alkalom van megszervezve. A tegnap születettnek is van már alkalom szervezve.
mindenkinek minden alkalom nyitva van. Élőnek mondják azt a gyülekezetet, ahol van zenekar, úgy énekelnek, hogy az angyalok is sírnak. Ezek élő, pezsgő gyülekezetek. És úgy örültem, amikor újra elolvastam az igét, és Jézus egy egyetlen ilyen dolgot sem említ meg. És örültem annak is, hogy Jézus nem azt mondja, hogy kedves szárdiszi gyülekezet, ti nem vagytok olyanok, mint a filadelfiai gyülekezet, vagy a nem egymáshoz hasonlítja. Jézus azt mondja el, amit ő lát. És nem azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint egy másik gyülekezet, mert Jézus nem versengést akar támasztani a gyülekezetek között. Mi sokszor beleesünk ebbe. Én is kapok egy csomó megkeresést, csináljuk azt, amit máshol. Minek? Hát máshol már csinálják, nekünk nem kell. Hadd csinálják ők. Szervezzünk olyat, mint máshol. Jézus ennek a gyülekezetnek a betegségét mondja el. Hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És azon is elgondolkoztam, hogy vajon mit mondana Jézus ma rólunk. A csongori református gyülekezetről. És nem akartam meghallani, hogy mit akar mondani az Úr erről. Sok mindent nevezünk úgy, hogy élő gyülekezet, de mitől él egy gyülekezet? És mitől halott egy gyülekezet? Nekünk is van nevünk. De vajon mit lát az Úr ma rajtunk, bennünk? Vajon jogos-e ma Jézusnak ez a panasz, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy? Amikor Jézus ehhez a gyülekezethez szól, akkor nem csak azt mondja el, hogy mi hiányzik, hanem elmondja az okát, hogy miért mondtam ezt rólatok, hogy névlegesen éltek, pedig halottak vagytok. Figyeljük csak meg, mit mond Jézus. Mert nem találtam a te dolgaidat teljeseknek az én Istenem előtt. Nem találtam a te cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Ki mondja ezt? A teljesség lelke. Azt mondja Jézus, hogy én azt látom, hogy amit teszel, amit tesztek, abból valami hiányzik. És az, ami hiányzik, az életveszélyes rátok nézve, és pusztuláshoz fog vezetni. Vajon mit látott Jézus ezen a gyülekezeten? Mert nem részletezi. Vajon láthatott Jézus letudom imádságokat? Amiben belekezdtünk nagy sóhajjal, a végét meg találja ki az Úr, mert elaludta. Vajon láthatott Jézus letudom csendességeket? Talán igen. Vajon láthatott Jézus kényszeres, vallásos templomba járást? Amiben az egyetlen örömöm az, hogy tudom, hogy ki nem volt ott, mert én ott voltam. Vajon láthatott Jézus üres fogadalomtételeket? Házasságkor, keresztelőkor, vagy bármilyen alkalmon, ahol megfogadtam, hogy hűséges leszek hozzá, és nem lett semmilyen következmény és eredmény. Talán igen. Talán láthatott Jézus halálos ágyon való könyörgéseket, vagy beteg ágyon, hogy Uram, ha most meggyógyítasz ezután, én csak neked fogok szolgálni. Aztán a szolgálat a következő vasárnapig tartott. Talán igen. Ezek az olyan félváról vett dolgok.
amiben sokkal inkább várom el, hogy Isten hűséges legyen, mint amennyire magamtól várom el. Amikor sokkal jobban bízok abba, hogy az Úr úgyse hagy el, de én nem teszek semmit azért, hogy én ne hagyjam el őt. Testvérek, a fél munka, az kevés az áldáshoz. A félig elvégzett szolgálat, az nem hoz 30-60 és 100 annyit. A félfüllel meghallott ige nem fog teremni 100 annyi gyümölcsöt, és még 30 annyit se, de kb. 2 annyit se. A félig őszintén elmondott imádság nem hoz könnyebbülést a lelkünknek. Azt mondja Jézus, hát én ezt látom. Én ezt látom. Hogy nem teljesek a te cselekedeteid az Isten előtt. És vajon akkor, amikor nem teljesek a cselekedeteink Isten előtt, akkor az mihez fog vezetni? És azt mondja Jézus, én látom, mihez vezet. Én látom azt, hogyha ez így marad a ti életetekben, a ti gyülekezetetekben, akkor semmi más nem fog történni, mint az, hogy egész egyszerűen az a gyülekezet megszűnik. Elpusztul. És hadd kérdezzek valamit ma este, testvérek. Hogy mi ugyanígy látjuk ezeket a dolgokat, ahogy Jézus látta. Hogy vagyunk az életünkben a nem teljes cselekedetekkel? A félváról vett dolgokkal, a félig letudott dolgokkal, a féligasságokkal, a félig megbeszélt dolgokkal, a félig megvallott dolgokkal, ami nem teljes, csak félig történt meg. Tényleg mi is veszélyesnek látjuk ezt? Én megmondom őszintén, nincsen ezzel semmi baj, nem? Teljesen jól együtt tudunk vele élni. És Jézus pont erről beszél őszintén ennek a gyülekezetnek, hogy ti igen? Ti együtt tudtok ezzel élni? Én nem. És ezért mutatkozik így be Jézus, hogy én, akinél az Isten 7 lelke van. Én nem tudok ezzel egyet érteni. És én látom ennek a veszélyét, és vajon én akarom ezt látni? Mi akarjuk ezt látni? Testvérek, a legmegszokottabb dolog az életünkben az, ami félig van megcsinálva. És úgy tekintünk rá, hogy ez így teljesen jó. Megfelel. És van egy titkolt reménységünk, amit még soha ember a szájából ki nem ejtett, még imádságban sem, hogy Uram, jó lenne, ha elfogadnád te is. Nekem már jó. Nekem jó a félig teljesített ígéret. Nekem jó úrvacsora előtt, ha félig elmondok 2 bűnt. Most, ha marad 20, hát Istenem, kell a következő úrvacsorára is valamit hagyni. Nekem jó, Uram. Azt mondja Jézus, na, éppen ez a baj, hogy neked jó. És most jutunk el oda, hogy miért mondja Jézus, hogy az a neved, hogy élsz. Azért, mert az Úr szemében ez nem élet. Ez nem élet. Azt mondja Jézus, én nem ilyen életet szántam a gyülekezetnek. És itt is úgy beszél Jézus a gyülekezetről, hogy ez az enyém. Ezt én hívtam életre. De nem erre az életre, amiben féligasságokkal, félmegoldásokkal, félig letudott dolgokkal el vagyunk, elsodródunk. Azt mondja Jézus, ez csak nektek jó, de amúgy nektek sem. Mert rátok nézve ez káros. Az a különös, hogy amit itt Jézus mond, és egyben rettenetes is, azt azoknak mondja Jézus, akik tudnak arról,
hogy mi az Isten akarata. És megelégszenek azzal, hogy nem teljesek a cselekedetei. Ez a diagnózis. És most elmondja a lélek a megoldást. Azt tanácsolja Jézus, hogy légy éber. Légy éber. Vagyis nyisd ki a szemed, tér magadhoz ebből. Tér meg azokból a fél megoldásokból, fél igazságokból, meg félig elvégzett dolgokból, mindabból, ami nem teljes, amibe csak belekezdtél, és sose lesz vége. Vigyázz, és légy éber. És aztán a következő tanács így hangzik, és erősítsd meg a többieket. Kiket? Akik halófélben vannak. Ugye elgondolkoztam azon, hogy biztos, hogy ez volt a legjobb tanács Jézus részéről. Erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak úgy, hogy te, neked az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ez a megoldás? És a válasz így hangzik, hogy igen, ez a megoldás. De vajon miért ezt tanácsolja Jézus? Azért, testvérek, mert ahhoz, hogy én meg tudjak valakit erősíteni, egy olyat, aki halófélben van, akinek talán már köze nincs az élethez, az nem megy önerőbe. Ahhoz kell az Isten lelke. Azt mondja Jézus, ahhoz, hogy talpra állj, tegyél valami olyat, amiben rám van szükséged, és életre fogsz kelni. Olyan különös, hogy nem valami vallásos praktikákat adott itt Jézus, hogy kétszer annyit járjál templomba, egy éven hatszor olvasd át a Bibliádat. Nem ilyeneket mond Jézus. Nem azt mondja, hogy adakozz többet, legyél ügyesebb, vegyél részt több alkalmat. Nem. Semmi olyat nem mond Jézus, amire önerőből képesek lenni. Azt mondja Jézus, olyat mondok neked, ami nélkülem nem megy. Nélkülem nem lesz erőd megerősíteni azt, aki halófélben van. Nélkülem a házból nem fogsz kilépni, hogy elmenj egy ilyen emberhez. Oda kell az én erőm, oda kell az én tőlem való lélek, és kell az én vezetésem. És itt van a válasz. Tőlem leszel élővé. Tőlem. Miközben megerősítesz másat, én életre keltelek téged. Miközben bizonyságot teszel rólam, mert ismersz, és elmész valakihez, aki azért van halófélben, mert nincs meg benne az Isten fia, és akiben nincs meg az élet, sincs meg benne. A közben én megelevenítelek. Testvérek, észrevettük, hogy ezt a gyülekezetnek tanácsolja Jézus. Nekünk van egy tévedésünk, hogy az, amit itt Jézus mond, hogy meg kell erősíteni a halófélbe lévőt, az a papnak a dolga. És akkor mit csinál a gyülekezet? Hát meghallgatja, nem? Lehet neki örülni. Nem, azt mondja Jézus, az a te dolgod. Az a te dolgod. Hogy menj el ahhoz, aki halófélben van. Mert különben te leszel az, akinek az a neve, hogy él és halott vagy. Én téged akarlak életre kelteni a pappal együtt. És térj meg. Fordulj vissza hozzám, és menj másokhoz. Ne zárkózz be magadnak, ne bugózz be, ne légy egyedülálló hívő,
hanem abban, amit Jézus mond, azt mondja, gyere vissza hozzám, utána meg menj másokhoz, és vigyél engem másokhoz. Hogy te is élj, meg ő is éljen. Na és itt nyer értelmet az, hogy Jézus egyáltalán megszólítja ezt a gyülekezetet. Hogy én ezért hívtalak létre. Ezért alkottam meg a gyülekezetet, mert annak ez a feladata, hogy bizonyságot tegyen róla. Nem az, hogy minél inkább kényelmes körülmények között jól érezzem magam egy Isten tiszteleten. Ma nagyon sok ember szeretne élő gyülekezetbe járni, úgyhogy ő nem akar élni. Ő nem akar ehhez hozzátenni semmit. Ő tulajdonképpen résztvevője, élvezője akar lenni a közösségnek, és semmi más. Azt mondja Jézus, nincs is ilyen közösség. Ha van, akkor annak az a neve, hogy él, pedig halott. Egy közösség attól lesz élő, hogy te is élsz. És olyan dolgokat csinálsz, ami által más is él. És a fél dolgok ebben nem segítenek. Azt mondja Jézus, emlékezz azért vissza, hogyan vetted, és hallottad, és tartsd meg. Ez egész egyszerűen annyit jelent, amit itt Jézus mond, hogy tudod-e, hogy hogy kell. Tudod-e, hogy mit mondtam neked, mire hívtalak, és mi a feladatod? Tudod? Akkor csináld. Az elmúlt időszakban megszoktuk azt, hogy háborúban nem is kell csinálni semmit. Nincs keresztényi kötelességem, nem kötelez az, amire az Isten hívott. Majd, ha jó idő lesz és béke lesz. Mert akkor se csináltuk. Mikor jó idő volt, meg béke volt. Azt mondja Jézus, nem az az üzenet, hogy majd, hanem az az üzenet, hogy térj meg. Térj meg a félig elvégzett dolgokból, vagy a bele sem kezdett dolgokból. Térj meg az ígérgetésből. Térj meg az álmodozásból. Hozzám. Emlékezz vissza. Hogyan vetted? Hogy hallottad? És ezt vigyed másoknak. Jó lenne ma úgy megállni az Úr előtt, hogy megkérdeznénk őszintén tőle, hogy Uram, és én miből? És én. Nem valami nagy általános bűnt kell itt kitalálni most. Csak meglátni az enyémet. Mi az, ami engem tesz ilyen névlegesen élővé? Egyébként meg haldoklom. Olyan jó lenne, ha megengednénk az Úrnak, hogy megelevenítse. Kiemeljen ebből az egyhangú testpedésből. Higgyük el, hogy van feladata az Úrnak, ami számunkra. És nem csak az, hogy igét hallgassunk. Menj azokhoz, akik Krisztus nélkül élnek. De ne nélkülem, hanem velem. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy te ma is igazat szólsz nekünk is, és rólunk is. És légy áldott azért, Uram, hogy te nem egyezel ki azzal, amivel mi olyan jól el vagyunk már. Bocsáss meg, Uram, amikor hozzuk eléd ezeket a titkos váradalmakat, hogy egyszer majd te is beleegyezel mindenbe, amiről mi úgy gondoljuk, hogy jó. Köszönjük, hogy nem teszed. De hadd kérjünk ma este téged arra, hogy eleveníts meg bennünket a te lelked által. És szeretnénk bocsánatot kérni mindazért, amit lelketlenül tettünk. Mindazért, amiben te nem voltál jelen, mert nem is gondoltunk rá, hogy szükségünk van rád. Bocsáss meg mindazért, amit nélküled tettünk. Bocsáss meg, Uram, az üres templomba járásért, a vallásos szokásokért, aminek semmi tartalma nem volt, és semmi értelme. Bocsáss meg azokért a dolgokért, amit csak azért tettünk, hogy nyugtassuk magunkat, de
semmi köze nem volt az élethez. Bocsáss meg, Uram, azokért a szokásokért, amiket csak azért gyakorlunk, mert várunk tőle valami elismerést, de életet nem munkál. Uram, adj megtérést azokból a dolgokból, amiben te nem vagy jelen, hogy megtérjünk hozzád, és másokat is hozzád vezethessünk. Uram, hadd tekintsük ezt szent feladatunknak. Bocsáss meg, Uram, ha el voltunk eddig azzal, hogy meghallgattuk, amit mondtál, de tőlünk senki nem hallotta azt, amit te mondasz. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és újíts meg bennünket a te lelked által. És hadd álljunk majd meg úgy a te asztalodnál, hogy megújul a mi életünk. Kérünk, hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg, Urunk, a te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Ővé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.